Köszöntöm kedves nézőinket Sipszó után című sportmagazinunkkal. Minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett zajlott a 2019-es Kalocsai Dunakupa. A versenyt a reggeli eső miatt némi csúszással indították, de megérte a várakozás, hiszen délutánra még a nap is kisütött. Augusztus 14-én szerdán rendezték meg az idei Dunakupát, Kalocsa nemzetközi evezős versenyét. Az előkészületek, mint arról már mi is beszámoltunk, gond nélkül zajlottak, de a kedd éjszaka érkező vihar teljesen felforgatta a verseny menetrendjét. Reggel nagyon nagy dilemmával indultunk, egy óra csúszással is ráadásul, mert hát itt több edző kollégám segítségével lejöttünk a parton, néztük a vizet, a esőt, a hullámokat, a szelet, hogy elmerjük indítani a versenyünket, főleg ugye a tanuló egypárak jelenlétében, vagyis szemszögéből, mert ott vannak 11-12 éves fiatalok is, akiknek azért elég erős volt a szél ahhoz, hogy ők akkor ne tudjanak vízre szállni. Szerencsére most már nagyon enyhült a szél, és nagyon bízom benne, hogy ez így is marad. Végül is elindítottuk a futamokat, akkor még szakadt az eső, illetve erősebb szél fújt, de úgy voltunk vele, hogyha a kalocsaiak is indultak az első számba, hogyha mondtam a lányoknak, hogyha úgy gondolják, hogy nagyon rossz az idő, és nem lehet, akkor nyugodtan szóljanak, de mivel edzéseket is tartottunk hasonló időjárási körülmények között, mint amivel indultunk, és más edzőtársam is megerősítette azt, hogy hát ők is szoktak ilyen időben edzeni, illetve versenyeket is megtartanak ilyen időben. Így úgy döntöttünk a versenybíróság egyöntetően, hogy akkor elindítjuk a versenyt, de ha netántán vihar vagy dörög villámlik, akkor abba hagyjuk. Kis csúszással ugyan, de végül megkezdték a futamokat. Az időjárás pedig nem maradt hálátlan, hiszen délutára még a nap is kisütött. Összes magyar evezésben járatos ugye versenyszámon, tehát perolban, négyesben, négy párban, lesz nyolcasban is futamok, egy pár evezősben, két pár evezősben, négy pár evezősben állnak rajthoz. A 11 évestől a felnőtt korosztályig, tehát a 24-5 évesek rajthoz. Nagyon sok pótnevezés érkezett, például felnőtt egypárevezősben, utólag raktuk be a számot, de női ifjúsági kétpárevezősben is hip-hop gyorsan 4-5 ember nevezett, illetve a mohácsiaktól hoztam el az elmúlt napokban, illetve a bajai klubtól 1-1-8-ast. Így 8-as verseny is lesz, igaz csak két-két indulóval tanulók és a serdülők között, ilyen vegyes csapatok, bízom benne, hogy ezt is föl tudjátok majd venni, és látjátok, vagyis a nézők is láthatják, hogy mégis mi egy 8-as, mekkora egy hajó, illetve hogy eveznek benne a sportolók. Itthon marad-e a kupa, hogy érzed, van-e rá esély, mert nyilván gondolom függ attól, hogy melyik egyesület hány versenyzővel jött, hiszen ugye pontokért versenyeznek. Hát ugye az első évben sikerült ezt a kupát megnyerünk, itt azért tudni kell, hogy nekünk összesen van 15 sportolónk, illetve egy-kettő régi sportolónk se jött és beül a hajóba, hogy segítse ezt a pontgyűjtést. És akkor mondanám, hogy a szolnoki csapat jött 32 fővel, MTK-sok is 20, a csepeliek is ugye nagy klub sokkal jöttek, tehát egy 15 klubból rengeteg versenyző, 150-180 versenyző áll rajthoz az mai nap folyamán. A 60 futamot rendezünk, 63 futamot körülbelül az egész nap folyamán. Hát nem láttam a pontversenyt jelenleg, majd nyilván tájékoztatnak. Úgy látom, hogy a kalocsai versenyzők mindent megtesznek azért, hogy minél jobb eredményeket érjenek. Ha lehet azt mondani, hogy hazai pálya előnye is egy kicsit nekünk dolgozik, bár ugye ezt ilyen vizes sportban annyira nem lehet kimondani. Hát bízom benne, hogy nálunk marad, szoros lesz, szolnokiak jó kis csapat, hát reméljük meg tudjuk őket verni pontversenyben, hát hogyha mégsem, akkor így sikerül. Nevezőből és futamokból tehát nem volt hiány az idei versenyem, de a jó hangulatból sem, hiszen teljesen benépesült a messzesi part. A kupát végül az egyik legnépesebb táborral érkező szolnoki egység vihette haza, és mint megtudtuk, nagyon örültek neki. Azonban nem csak a trófeáért jöttek Kalocsára. Én két egyesületet képviselek, ugye a Szolnokon az utánpótlása a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-nek a klubja. Itt van az utánpótlásunk 18 éves korig, illetve az anya klub a Tisza Evezős Egylet, ami a 18 év fölötti versenyzőket tömöríti.
A munka, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy folyik, talán annyiból jobbak a mi feltételeink, hogy több helyszínen tudunk egy időpontban evezni, mivel nekünk van holtiszánk, van zagyvánk, van egy kisebb folyó, a Tisza, ugye kihasználjuk minden időpontban, a megfelelő helyeken versenyzünk. Nyilvánvaló a válogatott versenyzőink, illetve a magyar bajnokság előtt mindig a holtiszán készülünk, ugye az állóvizes felkészülések mennek. Az év első részét, illetve az őszi alapozó edzéseket pedig a Tiszán végezzük, a hajóházban van a fő munka, ez gyakorlatilag az Agyva-Tisza torkolatában található. És milyen csapattal érkeztek ide ma? Hát, nagy csapattal jöttünk, hosszú évek óta benne van a versenynaptárunkban, gyakorlatilag úgy történik, hogy hétközben megtörténik a Kalocsakupa, a Dunakupa, és innen leeveznek a versenyzőink Mohácsra, és hétvégén ott fogják folytatni a versenyeiket. Mennyire tűzték ki célul, hogy hazavigyék ezt a Kalocsakupát? Azt gondolom, hogy nem ez motivál minket leginkább, hanem szeretnénk a versenyzőinknek, a családjaiknak egy élmény nyújtani, akik veszik a fáradtságot arra, hogy a nyárból, a szabadságukból időt áldoznak arra, hogy dolgozzanak, készüljenek a jövő évre. Ugye valahol ez egy kicsit kikapcsolódás és egy csapatkovácsoló, illetve hát azt gondolom nem utolsó sorban az érmek száma, amit majd megszereznek a versenyzőink, azok is nagyon fontosak. Ugye itt az időjárás egy kicsit ránk ijesztett az éjszaka, illetve még reggel is. Ezt leszámítva reméljük, hogyha kisüt a nap, akkor kicsit kellemesebb is lesz az idő. Milyenek a versenyfeltételek, hogy tetszik a csapatnak, a helyszín, a Dunának ezen szakasza? Azt gondolom, hogy mivel ez egy szabadtéri sportág, így nekünk nem szokott ez kellemetlenséget okozni. Télen is evezünk, akkor hideg van, nyáron nagyon meleg van. Hát vannak ilyen átmeneti időszakok. Van egy mondásom, ha csoki gyárba dolgoznánk, csokisak lennénk. Nyilván így vizesek leszünk, illetve ki vagyunk téve az időjárás viszontagságának. Attól nem áll meg az evezős élet, és a versenynek meg kell, hogy legyen. Nyilván ez nagyon fontos a rendezőnek, és nagyon fontos a általunk képviselt vendégcsapatoknak is. Ugye itt most tulajdonképpen a heti programot megbeszéltük, készül nekem még valamire, van esetleg valami nagy feladat még itt az év hátra lévő részében? Persze, van. Többek között jövő héten utazunk a felnőtt világbajnokságra. Ezeket a versenyzőimet is lehoztam ide, egy felkészülési állomás. Egy kicsit változatosabb a sok edzőtábori körülmény után, az élővízen is egy kicsit versenyeznek. Ezt követően még van egy felnőtt magyar bajnokság, ahol az ifi versenyzőink mindenféleképpen indulnak. Majd jön a Tisza kupa, amikor mi fogjuk vendégül látni a csapatokat október 6-7-én, és azt követően pedig egy hosszú távú versennyel fogjuk a szezon bezárni. Gratulálunk a győzteseknek az elért eredményekhez, illetve a szervezőknek a hangulatos és színvonalas rendezvény lebonyolításáért. Nemzetközi versenyt tartottak augusztus 16-án Állampusztán. 15 csapat érkezett a Kalocsai IPA szervezetének meghívására, a Kirchner István emlékére megrendezett lövészversenyre. Ekkorát szólt az első lövések egyike a lövészeten. Civil szervezetek és rendvédelmi szervek csapatai egyaránt részt vettek a versenyen. Nemzetközi területre lengyelektől, csehektől, szlovákoktól, szlovénektől és Erdélyből vannak itt most csapatok. Sajnos két csapat visszalépett, mert hát a létszám problémák, a nyári szabadságolások miatt többi országban is gondot jelentenek, nem csak nálunk. Tehát külföldi csapatunk van 5 országból. Helyi csapatok közül is van lemarzsolódás, de szerencsére 10 csapat az idei évben is részt tud venni ezen a versenyen. Hát sajnos nálunk is, főleg a fegyveres testületeknél a létszám problémák, a nyári szabadságolások nagyon keményen belejátszanak abba, hogy tudnak összehozni még akár egynapos programot is. Milyen lesz a pálya? Azt mondják a résztvevők, hogy évről évre vannak meglepetések, és évről évre nehezebb. Lehet ezt még fokozni? Fokozni nem, de variációs lehetőség mindig van benne. Tegnap este faggattuk a pálya kitalálóját és fölépítőjét, a Csongrád megyei kapitányság kiképzőjét, Attilát.
hogy mire számítsanak a versenyzők a mai pályán. Hát egyetlen egy bőbeszéd, bőszavú kommentje volt az, hogy semmi jóra. Tehát most járják be a pályát, még mi se tudjuk, hogy mire számítsanak, tehát ez most derül ki. De általában ezek teljesíthető pályák, nem baleset, kivéve azon, tehát nem baleset veszélyesek, kivéve az, hogy éles lövészet. Tehát ez külön fő van hívva figyelem rá, hogy alkoholfogyasztás az éles lövészet előtt nincs. Utána akkor lehet egy kicsit lazítani, baráti összejövetel, de a baleset veszélyes tevékenység az itt is az első, az élet óvása, meg a baleset elkerülése. Mennyire vérre menő itt a pályán az, hogy mindenki a maximumot hozza ki magából? Fontos az, hogy első legyek, második, vagy az, hogy magamhoz képest én mit nyújtok? Inkább az, hogy magából mit tud kihozni, a saját maga elvárásainak feleljen meg. Hát egyébként a vetélkedő az vetélkedő, tehát mindenki bizonyítani akar, de nem vérre megy. Nem vérre megy, vannak különböző büntető pontok, amiket le lehet vonni, Attila él is ezzel lehetőséggel minden évben, de a rangsor nem meghatározó. Ugyanolyan barátok maradnak utána, ugyanúgy együtt ülnek a fehér asztal mellé, de vetélkedő. Van, amikor kifekszenek itt a pálya végén, stoppert lenyomták, és akkor dől mindenki hanyat, hogy te jó Isten, örül, hogy beért egyáltalán. Azért az a 10-15 perc, az sokat kivesz belőlük fizikailag. Mit mondanak a csapatok? Van előzetes fölkészülés? Készülnek konkrétan erre a versenyre? Vagy ők alapjáraton is olyan fizikumban kell, hogy legyenek? Hát a fegyveres testületek azok alapból is folyamatosan szinten tartják magukat. Inkább pszichésen készülnek rá, tehát pörögnek ezerre, hogy most aztán oda teszik magukat. A civil csapatok, hát azok alkalomszerűen sportolnak, általában azért az aktív életmódot élők azok, akik részt vesznek itt is támogatóként és versenyzőként a programba, hát az állapotuk nekik is már egyébként teljesen megfelelő, úgyhogy. De van olyan csapatunk, aminek az átlag súlya 120 kg fölött van, és olyan gyönyörű parádés eredményt produkáltak tavaly is, hogy csak néztek ki a többiek a fejükből, hogy lehet ilyen súlya, és gyönyörűen teljesített a gyöngy csapata. Most is volt vizes akadály, faronköt kellett húzni, emellett többféle fegyverrel lőhettek a versenyzők. A közel negyedórás pálya sokféle feladat elé állította a csapattagokat, így a testvérvárosunkból érkező csapatot is, akik már nem először vettek részt a programban. Ezen a lövész versenyen 2014-ben voltunk először, amikor elhunyt Kisdel Pista még közöttünk volt. Akkor ismertük meg először a pályát, ahol nem a legjobb eredményt értük el, de azért itt voltunk, ahol kell lenni a barátokkal, a nemzetközi ipa, erről szól végül is a barátságról és az együttlétről. Most hogyan készültek erre a néhány napra? Volt külön fölkészülés? Nem volt, mert nem tudjuk, hogy miről van szó. Ez egy újdonság, új a pálya, újak lesznek a feladatok, majd meglátjuk a vége. Hányan vannak a csapatban, hányuknak kell teljesíteniük? Négyen vagyunk a csapatban, amely közül hárman rendőrök vagyunk, és egy civil beosztott. És Székelykeresztúrról jöttünk amúgy Hargita megyéből, Románia. És reméljük, hogy az idén valamivel jobban tudunk teljesíteni, mint a múltkor. Korábbi versenyen milyen feladatok voltak, mire emlékszik, mi volt az, ami kimondottan nehéz volt? Ami kimondottan nehéz volt a múlt versenyen, az a nagykerék görítés, ahol kellett előre vinni, visszahozni, és a vízbe is bujkálni, ahol a különféle színeket, vagy színű csavarokat, holmiket meg kellett keresni, de végigmentünk. Milyen hasonló versenyekre szoktak eljárni, akár otthon, akár más országban? Lövészet van otthon. Otthon nálunk sajnos nincsen ekkora jelentősége az ipának. Tehát kezdők vagyunk, úgymond, habár 23 éve vagyunk ipatagok, 96 óta, de a lövészetre arra mindig részt veszünk, mert az kötelező. Viszont ilyen ipa összejövetelek csak a megyeszékhelyén van, Csíkszeredában. Ott szoktunk ilyen különféle, de nincsen soha ilyen jellegű mérkőzés, mint itt. A nemzetközi találkozó csapatai az izgalmas verseny és a változatos programok után vasárnap utaztak el Kalocsáról.
A Magyar Kupában sikeresen, a megyei bajnokságban sikertelenül indult a 2019-2020-as szezon a Kalocsai FC számára. Kohány Balázsék megkezdték a menetelést. Egyetlen góllal ugyan, de alul maradt Kohány Balázs együttese a Szabadszállás ellen a bajnokság első fordulójában. A KFC otthonába érkező társulat nagy változásokon ment keresztül az elmúlt hónapokban. Sok helyzetet kihagytunk, ugyanúgy a Kalocsa is elismerem, és ez azért nagyjából egy X-es meccs volt, de hát most nekünk jött ki jobban a lépés, egyre több gólt sikerült szereznünk, így valamennyire megérdemeltük szerintem a győzelmet. Megvan a három pont, és ez elég sokat jelent a bajnokságban. Arról nem is beszélve, hogy ez a csapat elég sok helyen megváltozott a tavalyihoz képest, akik mind a két alkalommal egy-egyet játszottak Kalocsával. Így van. Tehát otthon 2-2-t játszottunk 2-0-ás vezetésről, itt pedig 1-0, vagy 1-1-et játszottunk, igen, 0-1-ről tudtunk felállni, illetve hát presszionáltunk és domináltunk. Akkor talán nem volt szerencsénk a győzelemre, most hála jó Istennek, igen, de valójában a csapat egy része cserélődött, mégpedig úgy érzem, hogy pozitív irányba, és hát ami az előző szezonban a legnagyobb problémánk volt, a nagyon rövid kispad, most ezt egy kicsit meg tudtuk hosszabbítani. Milyen tervekkel vágott neki Szabadszállás ennek a bajnokságnak? Hol szeretne végezni az együttes? Hát ennek a bajnokságnak ugye még tavaly újoncok voltunk, most már aklimatizálódtunk, az újoncok minden terhét magunkon viseltük az elmúlt szezonban, a rutintalanságot, azért a kicsi megkülönböztetést, a nem mondom, hogy a bírók ellenünk fújtak, de azért nekünk itt le kellett tennünk a névjegyünket. A célunk azért az volt, hogy a 70-es, 80-as évekhez hasonlóan egy feltegyük Szabadszállásra, megye egynek a térképére, akkor ugye a Radnóti Eser, Honvéd Radnóti Eser évén mi ekte állandó megye egyesek voltunk, és utána hát azért nagy szünet volt, és most nagyon szerettük volna a névjegyünket letenni. Az előző szezonban is voltak már, tehát a gyors játékunk azért némi respektet is szereztünk a megye egybe, de mondom, a támadó játékunk az rendben volt, de amíg másik csapatokat frissíteni tudtak, meg minőségi cseréket hoztak, most az akkor nem sikerült, most mi is tudtunk úgy cserélni, hogy gyakorlatilag a 11-es az frissítésből jött be a Boldizsár Csaba, és hát hogy a célkitűzésünk pedig szeretnénk oda az élmezőny köré betörni valahogy. Tavalyra még nem sikerült úgy megerősíteni a csapatot, hogy az élmezőny közelébe kerüljünk. Most már úgy érzem, hogy talán kikristályosodik a csapatunk is, és remélem, hogy oda tudunk érni valahova az elejére. A bajnokság tavalyi fordulójában újoncként résztvevő Szabadszállás tehát az idei évben szeretne ahhoz az élmezőnyhöz felzárkózni, ahová a KFC is az elmúlt évek eredményei alapján tartozik. Mindenképpen győzni szeretünk volna a nyitányon. Azt nem is mondanám, hogy rosszul játszottunk, hiszen nem játszottunk rosszul, igaz jó se, egy jó közepes játékot nyújtottunk, voltak jobb periódusaink, voltak gyengébbek. Itt egyértelműen azt mondom, hogy ez a játékvezetői hármas a mai napon megveretett minket, hiszen nekünk egy nyilvánvaló 11-es nem ad meg, és negyed óra múlva egy szintén egy nagyon véleményes esetet meg azonnal befújnak. Ráadásul nem büntette sárgalappal őket. Ez a játékvezetői ténykedés, ez ma kritikán aluli volt. Nagyon rövid volt a kalocsai kispad, egy tartalékkapusunk sem volt. Igen, hát kevesen vagyunk, vannak sérültjeink, vannak, akik még nem értek vissza a nyaralásról, úgyhogy igen, nem voltunk sokan, három cserénk volt. Fiatalok vagyunk nagyon, hát ma minden rutintalanságunk kijött között, igazából saját magunkat vertük meg. A megyei bajnokságban ugyan nem sikerült az eredményes nyitány Kohány Balázsék számára, a Magyar Kupában azonban igen. Az is egy nagyon érdekes mérkőzés volt, pont beszéltük a Zsoltival, hogy nem is volt durva mérkőzés, és itt a bíró szórta a lapokat. Igazából ott is arra tudnám visszavezetni, hogy tényleg nem volt egy durva mérkőzés, játékvezető szerepelni akart, vagy nem tudom. Aztán itt szórta a piros lapokat,
de igazából ezzel különösebben nem is szeretnék foglalkozni. Ott egy nagyon nagy bravúrt értünk el, hiszen a Halas nagyon megerősödött nyáron. Ott is rengeteg hiányzó váltunk, nagyon fiatalok voltunk, egy bravúros továbbjutás volt. A Magyar Kupa következő fordulóját augusztus 14-én a Karocsai Sporttelepen játszották, ahol a KFC a Kiskörös együttesét fogadta. Amit ma hétvégén is mondtam, hogy nem a legjobbak az előjelek. A hétvégéhez képest csak rosszabb lett a helyzetünk, hiszen további kulcsemberek jelentették be, hogy munka miatt nem tudják vállalni a játékot. Úgyhogy nagyon komoly hiányzóink voltak, hiszen Vujcs Attila és Rábocki eltiltás miatt, a Matos és a Salac továbbra is nyaralnak, valamint Melher Pandó sérülés miatt, és ugye jött a két játékosunk, még a Follárt és a Nasz Balázs, akik nem tudták elcserélni a műszakot, és mondták, hogy legjobb esetben a fél időbe tudnak ideérni, hát így is volt, fél időbe ideértek, gyors bemelegítettek, aztán bedobtuk őket. Úgyhogy nagyon fiatal csapat találtunk ki, tegnapi edzésre felhoztam még három ifjústát, hogy meglegyünk létszámba. Én azt kértem a srácoktól, hogy tegyük ki a szívünket, és úgy jöjjünk le a pályára, hogy mindent megtettünk. Ma ebben ennyi volt, bár megint ugye, mint hétvégén is, hogy kihagytuk az óriási helyzetet. És gólt kaptunk, most is kihagytuk az óriási helyzetet, utána kiegyenlített a Körös, teljesen más lett volna a játékképe, a 2-0-ra vezetünk. De készülünk a hétvégére. Az jutott eszembe, miközben néztem az első fél időt, aztán a cseréket is végigolvasgattam, hogy lassan az U19-es csapatunk lép pályára. Hát így van, játszott 5-6 olyan ember, aki tavaly még az ifiben játszott. Úgyhogy. Viszont azért van ennek is előnye, hiszen látni fogod, hogy ki milyen, mire képes egy ilyen gyorsan összeállított csapatnál. Így van. Hát... ez van, a fiatalok megmutathatják, kire lehet számítani, aztán aki jól teljesít, az úgyis felkerül a felnőtt kerethez. Milyen tervekkel vágott neki egyébként az együttes ennek a bajnokságnak? Hát nem fogalmaztunk meg semmi komolyabb célt, hiszen tudtuk, hogy mindenki nagyon erősített. Hát majd szezon közben meglátjuk, az biztos, hogy nagyon fiatalok vagyunk, lesznek jobb és lesznek rosszabb meccseink is. Szeretnénk minél előrébb végezni nyilván. Valószínű, hogy az ilyen játékkal, amit az utóbbi két meccsen játszottatok, a közönség is hamarabb visszajön, hiszen oda teszik magukat a fiúk még akkor is, hogyha nem megy úgy a játék. Így van, ez egy alapelvárásom, hogy küzdjenek, hajtsanak, aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A kupa meccsen ismét új kapussal lépett pályára a KFC, ezúttal is paksi hálóőre volt a Karocsai FC-nek. A paksi klub is amellett volt, hogy én is még védjek valahol. Magasabb szinten nem is szerettem volna, nem is nagyon volt lehetőségem, nem szerettem volna ott hagyni a paksi klubot, mert ott edzősködök. És most akkor Kalocsán védesz és Paksról átjárkálsz? Igen. Edzésre is akkor onnan járkálsz minden alkalom? Igen. Ez a második mérkőzés, amin védtél, és azért volt néhány bravúr ezen a meccsen is. Hát törekszek mindig a legjobbamat nyújtani, sajnos ez most ennyire volt elég. Mennyire ismerted meg a kalocsai játékosokat már? Hát már ugye vannak többen, akik Pakson nevelkedtek, szóval nem ismeretlen helyre jöttem. Milyen terveid vannak itt Kalocsán? Minél jobb eredményt szeretnénk elérni. És az igazolásod meddig tart? Hát az év végéig állapodtunk meg. És hosszabb távon nem is tervezel Kalocsán? De nyilván, majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Az új csapattagok, tehát akkor most már kezdenek megismerni téged is, viszont a kapuban hát általában olyan játékosok vannak, akik irányítják hátulról a csapatot. Igen, én is azért még van egy-két játékos, akivel ismerkedek, de szerintem nem lehet akadály a jó eredmény elérésében. A Kiskörös sajnos ismét diadalmaskodott a Karocsai Gárda felett, hiszen a legutóbbi összecsapás után is ők vonulhattak győztesen az öltözőbe. Valahogy most kétszer itt szerencsénk volt Kalocsán, ugye kettőből két győzelem, ugye mind a bajnokságban, az elmúlt bajnokságban, illetve a kupa. Nehéz mérkőzés volt, ugye 1-0-ra vezetett egy nagyon szép góllal a Kalocsa. Hála Isten a játékosaim nem adták fel, robotoltak tovább. Tehát ilyen teljesítményre van szükség, hogy a bajnokságban is igenis szerepeljünk. Úgyhogy csak gratulálni tudok a csapatomnak, és igazi nagybetűs csapat voltunk most, mert mindent megtettünk a győzelemért, hogy bejussunk a legjobb hat között.
Tavaly bajnokságban a dobogón sikerült végezni a kiskörösnek, most viszont rosszul indult a bajnokság. Hát igen, nagyon rosszul játszottunk vasárnap, nem is értettem, nem volt arra utoló jel, hogy ilyen gyengén futballozunk a Kecel ellen. Hát ha így játszottunk, volna teljesen más eredmény lett volna vasárnap is. Enerváltan, monotonon futballoztunk, de most más arcát mutatta a csapatom. 25 percig ott bariba voltunk, ebben lehet, hogy én is benne vagyok, mert hogy mikor 11 emberből 11 ember rosszul játszik, az biztos edző bent, tehát vagy a frissítés, vagy a formábahozás nem volt jó a Kecel ellen. De megyünk tovább, van még 27 mérkőzés, én úgy érzem, kiegyenlített lesz ez a bajnokság, lesznek ilyen meglepetések. Biztos, hogy más csapatok is fognak elvérezni a esetleg gyengébb erőt képviselő csapatok ellen. Milyen terveken indult Kiskörös ennek a bajnokságnak? Ugyanúgy, mint a múlt évben, nagyon nem volt meghatározva. Ugye én azért maximalista vagyok, tehát az első öt hely valamelyikére szeretnénk odaérni. Nem lesz könnyű, pláne így, hogyha ha ilyen meccseket bukunk el, hazai pály, mind a Kecel, akkor nem lesz könnyű még az első ötbe. Én úgy érzem, lehet, hogy 2-3 csapat ki fog emelkedni a mezőnyből, a többiek pedig bárhol, bármikor és bárki ellen nyerhetnek. Most viszont lesz egy vidéki mérkőzésük. Nem, most szabadnaposak vagyunk, tehát hétvégén szabadnaposak vagyunk, és utána pedig Bácsalmásra utazunk. Másség érkezik könnyű mérkőzésnek, ott ugye a pálya talaja is befolyásoló lehet, ugye a Bácsalmás is egy kellemetlen stílusú csapat, ugye teli szerbekkel, de nekünk most más lehetőség nincs, csak a győzelem, mivel ugye az első mérkőzést hazai pályára sajnos elbuktuk. Így Bácsalmáson, ha ilyen felfogással játszunk, mint ahogy itt tettük Kalocsán, akkor megnyerhetjük azt a mérkőzést. De csak így, tehát így, hogy igazi csapatként legyünk, és fejbolt legyünk, és fegyelmezetek legyünk. A Kalocsai Futballklub befejezte a szereplést a Magyar Kupában a Kiskörös elleni mérkőzésen, azonban a megyei bajnokságban tovább folytatják a szereplést, ahol a második fordulóban 0-0-es döntetlent játszottak a Kecskeméttel. Legközelebb augusztus 25-én hazai pályán fogadják majd a Soltvadkert együttesét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. További szép estét, viszontlátásra!